Bronz, gyémánt és színes drágakő ékszerek. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize EcoGreennek a gyártója. EcoGreen. Együtt a természetért. Na hát, jövő héten indul a Tour de Hongrie, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most ezen a héten itt az Épp testben rovatban egy jó kis cangás biciklis témát választunk, mert hogy hát nem csak a versenysportban, hanem az amatőr sportolók körében is nagyon népszerű a kerékpározás, sőt, olyannyira, hogy ahogy azt a bearangozóban is mondtuk, komoly ellátási problémát is okoz ez a népszerűség, illetve ennek van azért jó pár összetevője. Úgyhogy mindezt megpróbáljuk átnézni, átbeszélni Fejes Miklóssal, a Kelly's Bicycles értékesítés támogató munkatársával, aki itt van velünk a Meet-en. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök minden rádióhallgatót is egyúttal. Nos, hát ugye a saját számaitok is azt mutatják, egy igen jó kis növekedésben van a cég, a Kelly's Bike, és bizony ezt megakasztják ellátási problémák. Miből ered ez? A túlzott népszerűség, a túlzott kereslet, vagy vannak egyéb logisztikai, szállítási problémák? Miből adódik ez a döcögés, akadás? Azt kell, hogy mondjam, hogy is, illetve még hozzátennék egy olyan tényezőt, hogy tavaly, amikor a Covid járvány elsőként ugye Kínában, illetve Tájföldön berobbant, akkor megakadtak a beszállítóinknál a gyártási folyamatok. Ott egy 3 hónapos kimaradás volt az, ami elindította a lavinát, tehát van egy 3 hónapos kimaradás a alkatrészek gyártásában, és ezt tetézte egyúttal, ahogy ugye Cecília asszony is mondta, Magyarországon a járvány kezdetekkor, hogy kerékpározni szabad, kerékpározni egészséges. Valószínűleg ezt a föld összes országában hallották, hiszen egy olyan óriási igény támadta a kerékpárokra világ szinten, hogy azt már a normális kerékvágásban működő gyártás sem tudta volna kielégíteni. És akkor erre jött a harmadik akadályozó tényező, ami ugyebár a világnak az áruszállításának a 90%-a az hajókon, konténereken történik. Ezek a konténerek átérkeztek az amerikai partokhoz, odaérkeztek a brit partokhoz nagy számban. Először nem volt személyzet, aki ezt kipakolja, utána pedig nem volt áru, ami visszajutassa a konténereket, hiszen üresen nem szeretnék ezeket utaztatni a tengereken, óceánokon. Így konténer hiány alakult ki a távol-keleti oldalon. És akkor még ennek tetézésére érkezett a Suezi csatornában az elmúlt hetekben történt hajó elakadás is. Úgyhogy jelenleg a gyárban a kollégák azzal a problémával küzdenek, hogy keresik az alkatrészeket, amiből a kerékpárokat össze lehet gyártani. Mondhatni, picikét akadozós most a gyártási folyamat. Aha. Hát azért az elég derék ilyen körülmények között produkáltatok, hogy a Kelly's egy mennyit, 60%-os növekedés darabszámban a tavalyi évben? Így van, tavaly 60%-ot növekedtünk, de azt azért el kell mondanom, hogy az elmúlt 5 évben egyébként is átlagosan 20%-ot növekedett a Kelly's magyarországi csapatának az értékesítési mutatója, ami számunkra azt a pozitív visszajelzést adja, hogy igenis van igény erre a mozgáskultúrára, tehát az emberek egyre inkább szeretnek kerékpározni. Arról mit tudtok, hogy mennyiben ez a ti cégetek sajátja, tehát ugye elvettetek piacot, vagy piacot szereztetek, és mennyiben volt ez akkor egy... a piaci bővülés. Így van, az átlagos növekedés. A tavalyi év egyik sikereként könyveljük el így a magyarországi csapatnál, hogy bekerültünk a Magyar Kerékpár Kereskedelmi és Ipari Szövetség tagjai közé,
így számokat onnan tudok mondani. Az elmúlt évre nagyságrendileg 35%-os a globális növekedés, illetve az előző éveket, hát ez egy érdekes témakör, mert volt olyan kerékpármárka, amely pár százalékos csökkenést könyvelt el, de azért a jól prosperáló, jól működő márkák azok mind-mind növekedtek az elmúlt 5 évben is. Átlagosan, hogyha a teljes piacot nézzük, sajnos ez csak egy megközelítő szám, hiszen mindenkitől nem érkezett be pontos adat, tehát a kerékpáriparban, kereskedelemben dolgozó szereplők közül nem jött mindenhonnan adat, de ez a körülbelül ez a satszolt szám olyan 10% környékén lehet, hogyha az 5 éves piacot vetjük korcső alá. Típusát tekintve mit lehet elmondani, illetve mire látok rá? Én nem tudom, milyen kerékpárokat csináltok. Minden van-e országúti, városi, mountain bike? Miről lehet elmondani, hogy a legnépszerűbb? Vagy pedig általában véve vesznek mindent, ami két keréken gurul? Ez az utóbbi mondat, de ez teljes mértékben igaz, de azt azért látni kell, hogy minden kerékpárgyártó az a legnagyobb hangsúlyt az úgynevezett cross-tracking kategóriákra helyezi. Ez a egyenes kormányos, elől már rugós villával felszerelt túrakerékpár kategóriája. Tehát minden kerékpárgyártónak ez határozza meg a fő volument. A Kelis kerékpár közel 240 féle modell választékot gyárt. Ebbe minden is belefér, minden kategória. Tehát a gyermek 12-szoros futó kerékpártól a legdrágább elektromos kerékpárokig. Értelemszerűen azért a cross vonal mellett van két erősen feltörekvő kategória. Az egyik az elektromos kerékpároknak a világa. Ugye ott meghatározott feltételek szerint van állami támogatás is a pedál, illetve nyomatékszenzoros kerékpárokra. A másik kategória, amilyen feltörekvő és viszonylag új kategória, azt pedig úgy hívják, hogy gravel, gravel, ki hogyan szereti megnevezni. Ez úgy néz ki kívülről, mintha egy országúti kerékpár lenne, csak a váznak a geometriája sokkal komfortosabb, illetve ballonosabb, gumikon kurul a kerékpár, és ezt ilyen tempósabb, élmény közelibb, hosszabb túrázásokat találták. Ha már az e-kerékpárokat, e-bike-okat említettük, ott lehet-e számítani arra, hogy esetleg valami árcsökkenés valamikor beindul, esetleg nem tudom, ez a népszerűség függvénye, vagy a fejlesztések függvénye, és csak így finoman tapogatózok, nehogy árakat mondjunk, azt nem szabad, de hogy az irányát tekintve, tehát azért egy ilyen komolyabb darab, amit érdemes is megvenni, azért az elég combi, az már egy komolyabb használt autó. Na jó, nem komoly, de egy használt autó ára. Így van, ez maximálisan így van. Elég széles az ár spektrum az elektromos kerékpárok tekintetében. Azok az e-bike-ok, amelyek korábbi technológiákat használnak, azoknál valamelyest várható ez az ár csökkenés. De azt azért látni kell, hogy ez a technológia egy technikai robbanás derekán jár, tehát minden évben új és újabb motorok készülnek, könnyebbek, keskenyebbek, új és újabb, nagyobb, több energiát tároló akkumulátorok készülnek hozzájuk, amik ugye azt generálják, hogy valamelyest az ár az ebben a kategóriában növekedjen. Nem támogatja a jelenlegi alkatrész hiány sem sajnos az ár csökkenést, hiszen a gyártóknak, a alkatrész beszállítóknak, vagy a gazdasági társaságok alapvető érdeke az, hogy minél jobban jöjjenek ki a gyártási folyamat végén. Tehát sajnos az elmúlt időben azt tapasztaltuk, hogy 2-3 havonta érkezett alkatrész áremelés. És ha kitágítjuk, és a teljes hagyományos bicikliknél, ott gondolom, hogy a hiány az áremelkedést tud okozni, vagy nem egész egyszerűen a keresletkínálat mozgatja az árakat? Ott hogy állunk, illetve mire lehet számítani? Én azt gondolom, hogy a kereskedelemben alapvetően a piac az, ami meghatározza a termékeknek az árát. Ott is növekedés látható. Mondhatom azt,
hogy ebbe a cross-tracking kategóriába most már olyan árakat kell meghatározni, amit még egy két évvel ezelőtt elképzelni sem tudtunk. Mennyi egy átlagos kategóriás bringa ebben a kategóriában, csak úgy hozzávetőleg? Bocsánat, a kérdést még egyszer, mert nem hallottam. Ugye ebben a kategóriában egy átlagos, középkategóriás bicikli, ebben a legnépszerűbb kategóriában, ahol mondjuk verseny is van, és sok gyártó is rámozdult, ez most milyen ársáv, milyen? Csak ugye nagyjából el tudjuk helyezni meg, hogy ez hogyan változott akkor az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy egy ilyen középkategóriás cross-tracking kerékpárnak az ára az 200 ezer forint felett indul, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy a 100 ezer forint alatti kerékpárt szakmai berkekben nem feltétlen nevezzük még annak, hanem esetleg kerékpára hasonlító tárgynak, tehát az azért nem felel meg még minden igénynek. Most Magyarországon ez a 200-220 ezer forintos árkategória, ami a meghatározó, ami ezelőtt 5 évvel még akár csak 160-170 ezer forint volt. Világos. Jó, az a Tour de Hongrie-val kezdtük, lehet, hogy azzal is zárnánk. Azt titeket hogy érint a verseny? A Kellys kerékpár nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kerékpározást minden területen népszerűsítse. Értek ide mindenféle kerékpáros rendezvényt, és értelemszerűen az élsportot is. Uh-huh. A Tour de Hongrie Magyarország meghatározó kerékpáros rendezvénye, most már nagy nemzetközi csapatok is érkeznek. Így azt gondoltuk itt a kis csapatunkkal, hogy ebből nem maradhatunk ki. Tavaly is támogatói voltunk a Tour de Hongrie-nak, idén is támogatói vagyunk ennek a rendezvénynek. Ugye a verseny szerdán reggel rajtól Siófokról és hétvégén Budapesten fejeződik majd be. A Kellysnek az egyik autójával találkozhatnak az esetlegesen kilátogatók, vagy a rendezvény mellett elhaladó nézelődők, hiszen a mi autónk az, amely legelsőként érkezik a karavánnál, és tájékoztatja a kedves ott tartózkodó közönséget, várakozókat, hogy pillanatokon belül érkezik a Tour de Hongrie karavánja. A mi autónk után körülbelül 20 perccel jönnek a többiek irgalmatlan tempóban. Hogy hívják ki? Kiáltó autó? Hogy milyennek a neve? Hangos bemondós autó, így van. Aha, nagyon klassz. Na hát akkor sok sikert hozzá. Jövő héten majd még mi is foglalkozunk a versennyel más támogatói oldalról. És hát azt kívánjuk, hogy rendeződjön az alkatrészellátás, és menjen jól a biznisz. Köszönjük szépen a beszélgetést! Mi is köszönjük a beszélgetést, és kerékpára föl, kerékpározni jó és egészséges. Sziasztok! Így is van, szia, szép napot! Nos, Fejes Miklóssal beszélgettünk a Kylie's Bicycle, az értékesítés támogató munkatársával. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember! A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize EcoGreennek a gyártója. EcoGreen, együtt a természetért. Példás időbeosztással érkeztünk a hírekhez, de még egy-két üzenetet. Papa Lő írt nekünk, azt követően... Biztos voltam benne, hogy bringás témában ő meg fogsz tovább. Azt követően mi? Egyébként, hogy egy eszveletlen ilyen, nem is tudom, mit intézett, szól, mit intézett felénk, mert először felrakott egy képet, ilyen nyers, kolbászos, nagy lyukú ementális sajtos valamiről, amiről látszott, hogy a pár perccel később ez megsült, és jól összeolvadt az egész cucc, és utána én már befaltam korán reggel a reggeli, mert ez most nem esett jól. Azt írja egyébként, hogy csak a vékony kerék, kevesebb energia, hatékonyabb haladás. Megértem a vastagokat, de az nekem túl sok erőt elvisz. Én nem is értem ezeket a nagy bazikerekű bringákat, hogy az miért nem vagy. Megértem a vastagokat. Ekkora vita van a vastagkerék és a vékonykerék hívők között a bringás körökben, ezek szerint most egy ilyen választó vonal. Ez nekem már úgy kimaradt. Egyébként én is most hamarosan ismét bringavételben leszek, úgyhogy de nagyon nehéz, mert nekem túlnyomó részt
aszfalt, meg nyilván a Balaton körbebiciklizése és hasonló túrák azok fönn vannak a bakancslistán, de azért mennék normálisan járható, mondjuk murvás utakon is, és nem akarok, nem ösvényeken, nem kell klasszik hegyi bringa, úgyhogy ezért is keresem, megnézegetem a lehetőségeket. Hogy hát azért a ez virális, a cross-tracking, ez azért népszerű, ugye, mert ez kvázi mindenhol jó. Jó, de a Balatonról meg tök fölösleges és nehezíti oda, meg azért egyszerűbb és kényelmesebb lenne egy vékonnyal, nem? Tehát ez a dilemma, hogy jaj, akkor hát te most nem országúti bringás vagy te. Ja, nyilván nem. Akkor meg ez nem dilemma szerintem. Ez annak dilemma, aki tényleg nagyon akar menni, és nagyon hajt, és nagyokat teker nagy tempóba országúton. Burlomba vastagon körbe a bringa után. Hát figyelj, hát nekem egy tökmezei sok alkatrészből összeszerelt montim van, és tökre jól megyek vele aszfalton, és az a tempó, amit én nekem kell, múltkor mentem egy mennyit, 41 km per órás maximumot mértem, kérlek szépen, persze lejtőn, és ugyanúgy átszélben ebben biztos voltam. Igen, ne, oldalszél volt, jó fülön, mert nem kellett valaki menni bringázni, de mindegy. És jó mindenhova. Szerintem ilyen amatőr szinten az tök jó, de hát ez nyilván egyéni, tehát majd rá kell pattanni, kipróbálni. Úgyhogy na már jönnek is. Azt mondja, két bicajt kell venni. Bicajból és silécből soha nem elég. Hát igen, a 2x2, 2x200K, hát ezt mondjátok Ács Gábornak, hogy ez a megfelelő szett. Most szembesültem a minőségi átlagáról is, úgyhogy az már egyszer lesokkolt, most akkor ez duplán, igen. A hiperekben azokat az 50 ezreseket, nehogy nézzük. Nem, az felejtős, azt tudtam, az nem volt kérdés. Igen. Azt írja valaki, azt hiszem crossnak hívják ezt a multifunkciós kerékpár kategóriát. Igen. Én erről beszéltem. Aztán hoppá, Lőpapa megírja a tuti, tehát ki más? Tudsz kerékszettet cserélni, ennyike. Aha, jó, hát ez például nem volt meg. Na, ugye? Ez már ilyen lazán működik. Ja, jó, hogy a kerékcsere, jó. Fitness bicikli, ezt nem tudom, mire írta Mr. White. És a gravel bike-ra írják, hogy pont erre való. Aha. Hát akkor még itt kell kupálódni. Na, ahhoz, de jó. Rendet vágjunk. Ennek is utána nézek, meg olvasok, meg kérdezek. Szóval. Na, jöjjenek a hírek. Danai Kata fogja elmondani. Csak közben lesokkolt egy kedves hallgató, mert nem 2x2, 2x500 000 minimum. Úgyhogy szerintem ezt most itt hagyjuk is abba, ezt a licitet, mert még végén rosszul leszünk itt, és nem fejeződik be a műsor. Szóval a hírek jönnek, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.